Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Danubia Televízió valamennyi munkatársa nevében. Lássuk, mi történt az elmúlt időszakban. 70 éve történt a sváb kitelepítés. Erre emlékeztek Dunabogdányban. Először tartottak baráti lovas találkozót a Zablakert lovardában. Az Áprilvölgyben található romos kápolnát újították fel idén a visegrádi építésztábor résztvevői. A Virágok feltámadása címmel Szarka Miklósné darvas gyopár kollázsaiból nyílt kiállítás Pócsmegyeren. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. Dunabogdányban 70 éve történt a sváb kitelepítés. Történeti előadással, könyvbemutatóval, műsoros megemlékezésekkel állítottak emléket a mintegy 900 elűzött német ajkúnak. A magyarországi németek elüzetésére emlékeztek Dunabogdányban. 70 évvel ezelőtt, 1947-ben a sváb hagyományokkal bíró dunaparti községből mintegy 900 személy telepítette ki Németország keleti, szovjet megszállási övezetébe. A kitelepítés az már csak a jéghegynek a csúcsa volt. Tehát egy felelősségre vonási procedúrának, ami már elkezdődött 44 végén, annak tulajdonképpen a betetőződése volt már a kitelepítés, és odáig nagyon sok minden jogfosztó, jogkorlátozó intézkedés már sújtotta a németeket. A megemlékező hétvége Marhut Réka történész előadásával kezdődött a Művelődési Házban. A Magyar Tudományos Akadémia munkatársa az előzményekről, a 20. századi német-magyar együttélésről, a hazai németség háborús szerepvállalásáról, a háború utáni németeket ért jogkorlátozásokról, valamint a kitelepítésről beszélt, amint egy 100 fős hallgatóságnak. 47. júliusában, hát Dunabogdányban is elkezdődnek a kitelepítésnek az előkészületei, kitelepítési névjegyzéket állítanak össze, a Központi Statisztikai Hivataltól kikérik az adatokat. A 47-es kitelepítés talán olyan szempontból még inkább drasztikusabb volt, mint a 46-os kitelepítés, hogy még kevésbé nézték azt, hogy ki volt Volksmund tag, vagy nem volt Volksmund tag, vagy milyen volt a múltja, hanem sokkal inkább a vagyoni szempont dominált, hogy kinek mekkora háza van, mekkora földje van, és igazából azokat vitték el, akiktől el lehetett valamit venni. Szombaton este egy helytörténeti könyv bemutatójára is sor került a Művelődési Házban. Út az új Heimatba címmel Dunabogdány 1930 és 1950 közötti nemzetiséget érintő történetét, valamint politika történetét dolgozta fel a Művelődési Ház igazgatója Liphart András. Már tabu téma volt 1997-ig, nekem ez egy generációs élmény volt szinte, hogy semmiből jött ez a kitelepítéses dolog, és ezt csak ott álltunk 1997-ben a rendszerváltás után, 7-8 évvel, és akkor szinte akkor hallottunk erről a dolgokról először. Miközben ugye hát a nagyapám meg a nagyanyámat kitelepítették, és szóval eléggé érthetetlen és furcsa volt ez nekünk egy ilyen rácsodálkozás is. Tehát tabu volt sokáig ez a téma, de azután már ugyan beszéltünk róla, vagy beszéltek róla itt a faluban, a mai napig is, de én azért akartam mindenképpen levéltárba menni, hogy azt az aspektust is be lehessen mutatni. Nem azért, hogy cáfoljak, vagy megerősítsek, természetesen ezt is lehet, hanem hogy megjelenjen ez a dolog, hogy talán jobban megérthessük ezt a korszakot. A levéltári források és visszaemlékezések felhasználásával készült kötet különlegessége, hogy a szerző nagyapjának, az eseményeket átélő Liphart Istvánnak a naplója is helyet kapott benne. A könyvbemutató után helyi előadók adtak műsort, zenékkel, visszaemlékezésekkel, korabeli levelekkel idézve fel a korszak dunabogdányi eseményeit. Dunabogdányban 1945-ben ház- és földkobzásokkal, valamint internálásokkal indultak a németeket ért jogkorlátozások. Elvileg a háború előtt a német nemzetiség képviseleti szervezetének, a Volksbundnak a tagjait, valamint SS katonákat érintett az intézkedés, függetlenül attól, hogy önkéntes vagy kényszerrel sorozott katonákról volt szó.
Mivel azonban a kobzásokkal vagyonok felett is döntöttek, ezért nem pusztán korábbi politikai érintettség alapján kerültek emberek a hatóság célkeresztjébe. Az országban 1946. januárjától meginduló kitelepítéshez a törvény szerint már az is elég volt, hogy német anyanyelvű legyen valaki, így az események a kollektív büntetés szellemében zajlottak le. Ne haragudjatok, hogy oly soká írok. Szombaton későn érkeztünk Budafokra, az autóról leszállva látom, hogy Bogdány háromnegyed része útra. Akkor már nem voltam olyan elkeseredett, mint amikor hazulról elindultam. Hétfőn délután indultunk Budafokról, képzeljétek el, milyen érzés volt ez. A Fogel Pistát láttam ottan. Már sötétedni kezdett, mikor Vácra értünk, amikor Vác és Nagymaros között voltunk szembe Bogdánnyal, mennyire összeszorult a szívem. Láttam itt-ott felbukkanó lámpafényt, és elképzeltem a házat, amiben egy héttel ezelőtt milyen nyugodtan éltünk. Nagymaroson megállt a vonat egy pár percre, és onnan Szob felé tartottunk. Ott is megálltunk egy kicsit, és ezután átléptük a határt. Az megint egy nehéz érzésbe került. Bogdányt augusztus 23-án szombaton karhatalmi erők vették körbe, és azon az augusztusi hétvégén mintegy 900 szemét szállítottak teherautókkal Budafokra, majd 25-én marha vagonokban vonattal Németország felé. És mi újság otthon? Voltál Bogdányban bérnáláskor? Hidd el, itt a napok sokkal hosszabbak, mint nálatok otthon. Itt 11 órakor sötétedik, és 3 órakor világos. És mi alszunk 7 vagy fél 8-ig. Legalább nem kell annyi ennivaló. És mink is halljuk mindig, hogy lesz valami fordulat, hogy Otto fog jönni. Az jó volna. Akkor bíznánk a hazamenésben. Azért imádkozunk. Csak még egyszer haza. Még ha kádban kell aludni. Isten veletek. Mindnyájatoknak. Viszontlátásig. A dunabogdányi sváb származásúak mintegy egyharmadának kitelepítésével egy helyi német dialektust beszélő közösséget törtek meg. Évtizedekig a családok szétszakítottságának traumája és a hallgatás határozta meg a svábság, valamint a bizalmatlanság a helyi közgondolkodást. A világ vagyok! Minden, ami volt, van! A sok nemzedék, mely egymásra tör. Honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Berbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok! Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundert ist. Vasárnap német nyelvű szentmisével emlékeztek az 1947-es eseményekre, amelyet Pákozdi István egyetemi paptanár celebrált. Az eseményen közreműködött a Cecilia kórus. A mise után az 1997-ben felállított kitelepítési emlékműnél került sor a hivatalos megemlékezésre. A rendezvényen köszöntőt mondott Schuster Gergely polgármester. Kitelepítés Magyarországról, betelepítés Németországba, kitelepítés a Felvidékről, betelepítés Magyarországra. Önök otthon voltak, és hirtelen idegenek lettek. Schuster Gergely reményét fejezte ki, hogy a 70 évvel ezelőtti események soha nem ismétlődnek meg, soha ne fordulhasson elő újra kollektív megbélyegzés. Hangsúlyozta, fontos, hogy végre béke költözön a szívekbe, mert akkor leszünk egészségesek, és akkor lesznek egészségesek a következő generációk is. Egyet tudok önöknek ígérni. Dunabogdány egy igazi otthona minden elüldözöttnek
minden betelepítettnek és minden beilleszkedni vágyó ideköltözőnek. A történelem egy sötét, szégyenletes tette magyarországi németekkel szemben, amely során sok település örökre súlyos, mély sebeket szerzett. Nekünk, jó keresztényeknek erényünk a megbocsájtás, de nehezen megy. A megbocsájtás erényünk, de az emlékezés kötelessége. A rendezvény főszónoka Srotti János, a Pest megyei német önkormányzat elnöke volt. Beszédében elmondta, erőt kell meríteni a múltból, de a jövőt kell építeni, a sorsunkat saját kézbe venni. A magyarországi németségre sosem volt jellemző, hogy lusta, bátortalan, félszeg emberekből állt volna. Ezért ne csak az 1947-es dátum legyen a történetünk része, hanem a 2018-as is, tette hozzá a szónok. Legyen a magyarországi németeknek önálló parlamenti képviselete. Ehhez szükség van Duda Bogdányra is. A magyarországi nemzetiségek között nekünk van saját kézben a legtöbb óvodánk, a legtöbb iskolánk, a legtöbb jó és hatékonyan működő nemzetiségi önkormányzatunk. Srotti János hangsúlyozta, ahogyan a kitelepítetteknek is hitük adott erőt, hogy egy ismeretlen új helyen jövőjüket építsék, mi is tudjuk bátran alakítani életünket, és az ő emléküknek is adózzunk. Es ruft die Zeit, steh dazu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. A megemlékező műsorban a Schwab zenekar, a Bogdaner Zinkreis, valamint a Bogdaner Duo működött közre. A megemlékezés koszorúzással zárult, valamint a résztvevők egy-egy mécsest helyeztek el az emlékmű talapzatán. Először került sor baráti lovas találkozóra Tahitótfaluban, a Zablakertben. Több mint 100 lovas és lóbarát gyűlt össze a Zablakert lovasiskolában megrendezett baráti lovas találkozón. Tahitótfalu önkormányzata és a Zablakert lovasiskola ilyen formában először rendezte meg az eseményt, melynek legfőbb célja az volt, hogy összehozza a Szentendrei sziget lovasait és lovardáit. Kisorosziból, Szigetmonostorról és Tahitótfaluból összesen 4 lovarda tagjai találkoztak az Zablakertben, hogy egy egész napon át kötetlen formában élvezhessék egymás és lovaik társaságát. A rendezvény programjai között a sétakocsikázás és a lovas bemutatók mellett ügyességi versenyek is szerepeltek, melyek nem csak a lovasok, hanem a lovak számára is komoly kihívást jelentettek. A gondosan kialakított pálya próbára tette a lovak gyorsaságát, ügyességét, fordulékonyságát és engedelmességét is. Fábián Csaba, a Tahitótfalui Lovasport Egylet elnöke pozitívan értékelte az eseményt.
Elmondta, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére sokan eljöttek a baráti lovas találkozóra, ám a szervezők között több ötlet is felmerült az esemény jövőjével és fejlesztésével kapcsolatban. Példának okán szakmai előadásokkal egészítenék ki a rendezvényt, melyen reményeik szerint évről évre egyre többen fognak részt venni. Míg tavaly korszerű buszmegállót hoztak létre, addig idén az áprili völgyben található romos kápolna felújítását tűzték ki célul az ifjú építészek. A tájoltárt az 1970-es években Makovec Imre iránymutatásai alapján szabadidejükben építették fel a Pilisi parkerdőnek dolgozó kőművesek és kőfaragók az Erdei Művelődési Ház munkálatai közben. Vidovics Réka, a tábor főszervezője elmondta, nem volt egyszerű dolguk, mivel nem maradtak fent Makovec tervrajzai, ezentúl korabeli képeket sem találtak a rekonstruálni kívánt kápolnáról. Érdekes, hogy megtaláltuk ezt az áthidalót a kapu fölött, és volt két bevilágító, az egyik a kapu fölötti, az egy kereszt alakú, annak a kövei is megvannak szerencsére, és a kis szoborfülke fölött pedig egy kör alakú, abból is egy kő hiányzik, hogy azt majd megfaragjuk. Ezek nagyon nagy élmények voltak, hogy ki tudtuk rakni. Vidovics Réka kiemelte, nagy segítség volt számukra Péter Filászló szobrászművész vázlata, aki annak idején szobrokat készített a kápolnába, a gyakorlati kivitelezésben pedig Endre bácsi, dunabogdányi kőfaragómester segítette a fiatalok munkáját. A legfőbb segítségünk Endre bácsi, Dunabogdányból jött hozzánk, egy idős kőfaragómester. Igazából az ő keze alá dolgozunk egyenlőre, amíg a kőmunkák folynak. Nagyon szépen kitanít minket a mesterségre, próbálunk tőle minél többet ellesni. A többiek a Műszaki Egyetem hallgatói, a szerves építészet tantárgy kapcsán jöttek nagyrészt. Hát kérem szépen, nagyon szép, hogy ilyen dolgokkal is foglalkoznak, vagy érdekli őket, mert a modern építészet az talán már könnyebb, mint egy ilyen öreg dolgot valahogy úgy összehozni, hogy szemre is, meg a régi értéket össze tudná hozni. Hát kőmunkába sajnos ezt nem tanulták, ugye, de a kötés dolgokat, statikai dolgokat viszont itt meg lehet tanulni. Endre bácsi mellett mások is igyekeztek támogatni az ifjú építészeket. Az önkormányzat részéről Szabados Ákos és Félegyházi András polgármester, valamint Rül Tamás főépítész és a Bártfai család is segítséget nyújtott a táborozóknak. Piriti Ádám, a tábor egyik résztvevője elmondta, miért is hasznosak az építőtáborok az egyetemi hallgatók és a helyi közösségek számára. Nekem, mint diáknak az, hogy nem csak ott rajzolok a tanszéken és adom le ezeket az elméleti dolgokat, hanem így kézzelfoghatóan meg tudom ezeket a rajzok alapján valósítani ezeket az egyszerűbb épületeket. Hát a közös, helyi közösségnek azért jó, mert itt épül egy épület minimális építési költségen, hiszen ezt általában önkéntes módon valósulnak meg, és hát nem is tudom, országnak is jó, mert így meg visszajönnek olyan régi vagy műemléki épületek, amik már régen eltűntek, mint mondjuk ez a kápolna is most. Vidovics Réka felvázolta, hogy terveik szerint hogyan fog kinézni a felújított kápolna. Falakkal együtt körülbelül 3x3 méter, úgyhogy olyan kicsit behatárolhatatlan is, hogy kápolnának azért nagyon kicsi, szoborfülkének nagy, úgyhogy ezen gondolkoztunk is, hogy lehetne szépen megvalósítani, de egyébként tényleg egy apró építményről van szó, tehát mondjuk az eddigi buszmegállókhoz vagy a sárkányhoz képest, amit a Apátkúti völgybe csináltunk, ezért az egy sokkal nagyobb léptékű dolog volt. Nyilván itt az a nehézség, hogy kővel mi még nem dolgoztunk. Az eddigi táborokban is fa, esetleg egy kis betonozás volt. Ezért ez a kőmunka, ez egy újszerű dolog, és más kicsit bele kellett tanulni. A Virágok feltámadása címmel Szarka Miklósné Darvas Gyopár kollázsaiból nyílt kiállítás a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban. Thank you.
Virágárban tündököl a Pócsmegyeri Rendezvényközpont előcsarnoka. Különleges technikával szárított növényekből készíti kollázsait Szarka Miklósné Darvas Gyopár, akinek a Virágok feltámadása címmel nyílt kiállítása az Álszakra keresztény művészeti hét keretében. Az alkalom háziasszonya, Klibán Zita, a Propócsmegyer Kft. Ügyvezetője volt, Vida Mónika Ruth pedig zongora játékával emelte a megnyitó ünnepélyességét. Zsák Enikő, a Kulturális Bizottság tagja arról az útról beszélt, amely Darvas Gyopárt a virágkollázsok készítésére sarkalta. Gyopár mindig vonzotta a virágok szépsége, változatos formájú színű. Szerette volna ezt a szépséget megőrizni, ezért préselte és gyűjtötte a szebb nézett példányokat. A sok virág lenyomat készítette arra, hogy ezekből kezdetben képeslapokat, születés és névnapi ajándékokat készítsen. Bozsák Enikő kiemelte, a kiállítás megmutatja, hogyan jutott el az alkotó a virágok egyszerű felragasztásától a kompozíciók tudatos építéséig. A változatos formai elemeken, a színek harmonikus alkalmazásán a gondolatiságig, a tudatos mondanivaló az arszpoétika megfogalmazásáig. A műveken tart a pillangók, szitakötők és fantázia virágok sora jelenik meg. A képekről visszaköszönnek az évszakok. Kalászok illatát üzenő nyár, szinte hallható az őszi levelek lágy vesze, máshol gótikus ablakok finoman ívelt díszei koronázzák a mozgalmas formákat a szirmokból kialakított angyalokban. A képek tükrözik alkotójuk személyiségét. Minden munkáról nyugalom, belső vége sugárzik. Mély tartalmat hordoznak, átszőve őszinte Isten hittel. A látványban igazolva látjuk az isteni akarat érvényesülését. Egész életünkre, sorsunkra itt áll a bibliai magyarázat. Isten a maga képére teremtette az embert. Darvas Gyopár művei színezés nélkül natúrviráglenyomatokból készülnek. Az alkotó elmondta, örök titok maradt számára, hogy a négy testvér közül miért pont ő kapta szüleiktől egy őszi rózsafaj után a Gyopár nevet. Az élet azonban úgy hozta, hogy az első préselt virágcsokor, melyet papírra ragasztott, egy havasi gyopár bokréta volt, melyet édesanyjától kapott. A háború végén születtem, a legnyomorúságosabb körülmények között, amikor menekülés, pusztulás, reménytelenség volt mindenütt, és úgy látszik nekem életbe kellett maradnom valamiért, és sok-sok éven keresztül ültek bennem az élmények, zenék, virágok, festmények. Mivel Pécset nőttem föl, a zsolnai kerámiák is nagyon nagy hatással voltak rá, mondjuk a gyönyörű tányérok és vázák, amiket szinte beégette a szívembe a szépet, a vonalakat, a karcsúságot, a vonalak, színek, formák szépségét. Darvas Gyopár, Szarka Miklós református lelkész feleségeként nem csak négy gyermek, hanem egy egész gyülekezet édesanyja is volt. Nyugdíjasként ismerte meg az Álszakra Fesztivál vezérgondolatát, amely azt tűzte ki célul, hogy felmutassa Isten jelenlétét a mai világban. Mivel egy erősen vallásos gyökerű családból származott, már gyermekkorában feltöltődött a lelke bibliai idézetekkel, melyektől a nehézségek és betegségek közepette megerősítést kapott. Ezeket szerette volna közvetíteni az emberek felé virágkollázsaival és az üzenetekkel, amelyeket melléjük írt. Kikívánkozott belőlem az a sok leülepedett és összegyűjtött kincs, az úgy éreztem, hogy az ki kívánkozik. Tehát akkor vettem a színes kartonlapokat és elkezdtem ragasztani. Először csak ilyen kis ajándék, kis képeslapokat csináltam, és ebben itt van az a hölgy, az a tanítónéni, aki az első kiállításomra inspirált engem. És ez 2014 őszén volt az első kiállításom, és ez most már 11. Tehát
akkor nagyon elkezdtem dolgozni, hogy hát egy hatalmas aulát kell nekem megtöltenem képekkel, és egész nyáron dolgoztam a nagy melegbe, és tele lett az aula, 8 hatalmas nagy paravánt tele tettem, de azóta már sokat elajándékoztam közülük. A rendezvényközpontban kiállított képek 80%-a régebbi, 20%-a pedig új alkotás, melyek évszakokat, tájakat, virágfantáziákat ábrázolnak. Legutóbb az idén 500 éves évfordulóját ünneplő reformáció ihlette meg Darvas Gyopárt. Eszembe jutottak a kazetták. A református templomokban rejtőző kincsek, azok a csodálatos virágok, amiket azok a régi, régen élt, egyszerű, kézműves emberek, azok az asztalosok, olyan lelki világgal rendelkeztek, hogy ma is megcsodáljuk azt a gazdagságot, azt a fantáziadús, ugyanakkor az útszélen termő kis virágokból vették ők is, a szegfűk, a tulipánok, a különféle margarétafélék, ezekből vették a motivumokat, és ez mind megjelenik ezeken az egyszerű, fehérre festett falu református templomban, hogy az ember olyan meghatódottságot érez, hogy hogy tudta ez az ember ezt így kifejezni akkor, azokból a kezdetleges festékekkel és kezdetleges eszközökkel mégis megcsinálták, ami a lelkünkből kiáram. Engem is elkápráztat az a variációs sokasága, ahogy Isten megteremtette ezt a földet, hogy nincs két egyforma falevél, és nincs két egyforma virág, és nincs két egyforma ember sem. Tehát ezek úgy átmelegítik az ember szívét, és annyira fontossá vált számomra, hogy ezeket továbbadjam, hogy mások is örüljenek neki. Darvas Gyopár kiemelte, nagyon fontos motívum számára a nap, amely Isten szimbolizálja, illetve a pillangó, amely az ember vágyát testesíti meg. Ugye a pillangó előző életében egy csúnya hernyó, vagy bebábozódott, csúnya kis földhöz kötött valami volt, és egyszer csak, amikor eljön az ideje, kap egy érintést, hogy most, és akkor kap arra energiát, hogy kirágja magát ebből a bábból, és pillangó lesz belőle. És egy egész más új dimenzióba kezd el élni, mert tud repülni, tud szárnyalni a fény felé, és ez olyan fantasztikus dolog, hogy mi emberek is átmehetünk ezen a változáson, hogyha el tudunk szakadni a földhöz kötöttségtől, és csak az anyagi világhoz ragaszkodunk, és akkor kapunk egy ihletést, hogy van más dimenzió is, létezik más dimenzió, és akkor az ember kap ahhoz energiát, hogy felszálljon, és a fénybe éljen, és repüljön, és szárnyakat kap. És az valami csodálatos érzés. Most pedig kérem, tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Kalandos dzsungeltúrára várják az óvodásokat Tahitót faluban, a Váci Révi Isten táborába. Immár harmadik alkalommal szerveznek a helyi óvodák családi sportnapot, mely szeptember 9-én reggel 9-től délután 14 óráig fellépésekkel, futóversennyel, valamint izgalmas próbákkal, sárkányhajózással, élményfotózással teli programot tartogat. Aki megéhezik, akár bográcsban főtt finomsággal is csillapíthatja étvágyát. A rendezvény bevételét a mozgásfejlesztő udvari játékok bővítésére fordítják a szervezők. Jótékonysági koncertet, majd motoros túrát szervez a White Angels Motoros Klub szeptember 2. hétvégéjén Dunabogdányban. 8-án pénteken este 20 órától a Balkán Fanatik Együttes lép fel a rendezvénytéren, melynek előzenekara a 10 perc szünet lesz. A koncert bevételével az Őrbottyányi otthonban élő sérült gyermekeket támogatják a klub tagjai, akik a másnap 13 órakor induló motoros túrájukkal viszik el az adományt a rászorulóknak.
A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között 1967-ben aláírt barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés törvénybe iktatásának 50. évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik Visegrádon. Az NDK-s magyarok életét bemutató tárlat megnyitó ünnepségét szeptember 9-én szombaton 11 órakor a Mátyás Király Művelődési Házban tartják. Kerékpáros kalandtúrára várják a sportolni vágyókat szeptember 9-én szombaton Szentendrén. A Postás strandtól délelőtt 9 órától startolnak a Pilisi tekerő kalandtúra futamai. Az izgalmas feladatokban is bővelkedő családi és kalandos túra mellett idén egy közel 2000 méteres szintkülönbségű 100 kilométeres a Pilis és a Visegrádi hegység csúcsait érintő táv is indul, melyen a profi kerékpárosok is kipróbálhatják magukat. Következnek a hírek, még egyszer röviden. 70 évvel ezelőtt, 1947. augusztusában 900 személyt telepítettek ki Németország szovjet megszállás jövezetébe Tuna-Bogdányból. A helyi német nemzetiségi önkormányzat rendezvénysorozattal emlékezett meg az évforduló alkalmából. A hétvégi programsorozat augusztus 25-én Markut Réka előadásával vette kezdetét. A történész a kitelepítés előzményeiről, a magyarországi németség háború szerepvállalásáról, a németek jogkorlátozásáról és az előzetésről beszélt a mintegy 100 fős hallgatóságnak. Szombaton Utazúj Heimatba címmel könyvbemutatóra került sor. A szerző Liphart András nagyapjának korabeli naplóját bocsájtotta közre, a korszakot és a dunabogdányi eseményeket levéltári kutatásain és korabeli visszaemlékezéseken keresztül mutatva be. A kötet bemutatója helybeli előadó közreműködésével a sváb kitelepítésre emlékező zenés előadással zárult. Vasárnap a német nyelvű szentmise után a templom téren az 1997-ben felállított kitelepítési emlékműnél került sor az ünnepi megemlékezésre. A rendezvényen beszédet mondott Schuster Gergely polgármester, valamint Sotti János, a Pest megyei német önkormányzat elnöke. Több mint 100 lovas és lóbarát gyűjt össze az Ablakert Lovasiskolában megrendezett baráti lovas találkozón. Tajtódfalu önkormányzata és az Ablakert Lovasiskola ilyen formában először rendezte meg az eseményt, melynek legfőbb célja az volt, hogy összehozza a Szentendrei sziget lovasait és lovardáit. A rendezvény programjai között a sétakocsikázás és a lovas bemutatók mellett ügyességi versenyek is szerepeltek, melyek nem csak a lovasok, hanem a lovak számára is komoly kihívást jelentettek. Fábián Csaba, a Tajtódfali Lovasport Egylet elnöke pozitívan értékelte az eseményt. Elmondta, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére sokan eljöttek a baráti lovas találkozóra, ám a szervezők között több ötlet is felmerült az esemény jövőjével és fejlesztésével kapcsolatban. Példának okán szakmai előadásokkal egészítenék ki a rendezvényt, melyen reményeik szerint évről évre egyre többen fognak részt venni. Ismét nagy fába vágták fejszélyüket a visegrádi építésztábor résztvevői. Míg tavaly korszerű buszmegállót hoztak létre, addig idén az Ápli völgyben található romos kápolna felújítását tűzték ki célul az ifjú építészek. A tájoltárt az 1970-es években Makovec Imre iránymutatásai alapján szabadidejükben építették fel a Pilisi parkerdőnek dolgozó kőművesek és kőfaragók az Erdei Művelődési Ház munkálatai közben. Vidovics Réka, a tábor főszervezője kiemelte, nagy segítség volt számukra Péter Filászló szobrászművész vázlata, aki annak idején szobrokat készített a kápolnába, a gyakorlati kivitelezésben pedig Endre bácsi, dunabogdányi kőfaragómester segítette a fiatalok munkáját. Előcsarnoka. Különleges technikával szárított növényekből készíti kollázsait Szarka Miklósné Darvas Gyopár, akinek a Virágok feltámadása címmel nyílt kiállítása az Álszakra keresztény művészeti hét keretében. Az alkalom háziasszonya Klibán Zita a Propócsmegyer Kft. Ügyvezetője volt, Vida Mónika Rút pedig zongora játékával emelte a megnyitó ünnepélyességét. Borzsák Enikő, a Kulturális Bizottság tagja arról az útról beszélt, amely Darvas Gyopárt a virágkollázsok készítésére sarkalta. Borzsák Enikő kiemelte, a kiállítás megmutatja, hogyan jutott el az alkotó a virágok egyszerű felragasztásától a kompozíciók tudatos építéséig,
a változatos formai elemeken, a színek harmonikus alkalmazásán a gondolatiságig, a tudatos mondanivaló, az arszpoétika megfogalmazásáig. Darvas gyopár művei színezés nélkül naturvirág-lenyomatokból készülnek. Az alkotó elmondta, örök titok maradt számára, hogy a négy testvér közül miért pont ő kapta szüleiktől egy őszi rózsafaj után a gyopár nevet. Az élet azonban úgy hozta, hogy az első préselt virágcsokor, melyet papírra ragasztott, egy havasi gyopár bokréta volt, melyet édesanyjától kapott. Darvas gyopár, Szarka Miklós református lelkész feleségeként nem csak négy gyermek, hanem egy egész gyülekezet édesanyja is volt. Nyugdíjasként ismerte meg az Árszakra Fesztivál vezérgondolatát, amely azt tűzte ki célul, hogy felmutassa Isten jelenlétét a mai világban. Mivel egy erősen vallásos gyökerű családból származott, már gyermekkorában feltöltődött a lelke bibliai idézetekkel, melyektől a nehézségek és betegségek közepette megerősítést kapott. Ezeket szerette volna közvetíteni az emberek felé virágkollázsaival és az üzenetekkel, amelyeket melléjük írt. A rendezvényközpontban kiállított képek 80%-a régebbi, 20%-a pedig új alkotás, melyek évszakokat, tájakat, virágfantáziákat ábrázolnak. Kalandos dzsungeltúrára várják az óvodásokat Tahitót faluban a Váci Révi Isten táborába. Immár harmadik alkalommal szerveznek a helyi óvodák családi sportnapot, mely szeptember 9-én reggel 9-től délután 14 óráig fellépésekkel, futóversennyel, valamint izgalmas próbákkal, sárkányhajózással, élményfotózással teli programot tartogat. Aki megéhezik, akár bográcsban főtt finomsággal is csillapíthatja étvágyát. A rendezvény bevételét a mozgásfejlesztő udvari játékok bővítésére fordítják a szervezők. Jótékonysági koncertet, majd motoros túrát szervez a White Angels Motoros Klub szeptember 2. hétvégéjén Dunabogdányban. 8-án pénteken este 20 órától a Balkán Fanatik Együttes lép fel a rendezvénytéren, melynek előzenekara a 10 perc szünet lesz. A koncert bevételével az Őrbottyányi otthonban élő sérült gyermekeket támogatják a klub tagjai, akik a másnap 13 órakor induló motoros túrájukkal viszik el az adományt a rászorulóknak. A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között 1967-ben aláírt barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés törvénybe iktatásának 50. évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik Visegrádon. Az NDK-s magyarok életét bemutató tárlat megnyitó ünnepségét szeptember 9-én szombaton 11 órakor a Mátyás Király Művelődési Házban tartják. Kerékpáros kalandtúrára várják a sportolni vágyókat szeptember 9-én szombaton Szentendrén. A Postás strandtól délelőtt 9 órától startolnak a Pilisi tekerő kalandtúra futamai. Az izgalmas feladatokban is bővelkedő családi és kalandos túra mellett idén egy közel 2000 méteres szintkülönbségű, 100 kilométeres, a Pilis és a Visegrádi hegység csúcsait érintő táv is indul, melyen a profi kerékpárosok is kipróbálhatják magukat. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!